Add csak ide! Ez már nem a jeges medvékről szól. Most már az egész civilizáció sorsa van veszélyben. Kiderült, hogy a klímaváltozás hatásait felmérő számításból hiányzik egy nagyon fontos rész. Úgy tűnik, Földünk klímarendszere veszélyesen közel került egy fordulóponthoz. Ahhoz a ponthoz, ahonnan nincs visszaút, és ahonnan a változások menthetetlenül katasztrófához vezetnek. Gondolj bele! Az elmúlt 3 millió év során bolygónk klímája mindig a két stabil állapot egyikében volt. A napsugárzás energiájának apró változásaitól függően. Amikor ebben a hűvösebb szakaszban vagyunk, a bolygón jégkorszak van. A melegebb szakaszban a bolygó klímája nagyjából olyan, mint most. A probléma az, hogy a fosszilis energiahordozók használata kimozdít minket a stabil szakaszból, fel a hegy meredek oldalán. A fordulópont az lesz, amikor átlépjük a hegy csúcsát. Innentől nem számít, toljuk-e tovább bolygónkat a forróság felé. Ettől kezdve a folyamat önmagát gerjeszti. Megállíthatatlanul. A fordulópont a klímarendszer pozitív visszacsatolásának eredménye. Olyan folyamatoké, amelyek erősítik az ember által okozott felmelegedést, és a változások megállíthatatlanná válnak. Elsőként vegyük az albedó effektust. A fehér felületek több napsugarat vernek vissza, mint a sötét felületek. Így a globális felmelegedés hatására elolvadó jég és hó sötét óceáni vagy szárazföldi területet hagy maga után. Ezek a felületek ezután több napsugárzást nyelnek el, ez további felmelegedést okoz, amely így egyre több és több jeget és havat olvaszt. A vízpára a széndioxidnál is fontosabb üvegházigáz. Bár valójában közvetlenül nem bocsátunk ki sok vízpárát, ahogy a bolygó melegszik, a párolgás mértéke is növekedni fog. Ezáltal tovább emelkedik a páratartalom, vastagszik a Föld hőtakarója, amely válaszul növeli a hőmérsékletet, tovább emelve a párolgás mértékét. Normális esetben az emberi cselekvés következtében kibocsátott széndioxid felét elnyelik az erdők, planktonok és az óceánok. Az óceánok felszíne egyre savasabb és savasabb lesz, amint egyre több széndioxidot nyel el. Ugyanakkor a felszíni vizek hőmérséklete is emelkedik, és egy meleg, savas vízréteget képez, amely szétterül az óceán felszínén, elpusztítja a planktonokat, amelyek megkötnék a légkörben lévő széndioxidot. Ami még rosszabb, a melegedő víz mind kevesebb széndioxidot képes oldott állapotban tartani, így a korábban megkötött széndioxid egy része ismét a légkörbe kerül. A tengeri ökoszisztémákhoz hasonlóan a szárazföldiek is szénelnyelőként viselkednek. A légkörből szenet vesznek föl a növekedéshez. De ahogy a környezet melegszik, ezeknek az ökoszisztémáknak is felborul az egyensúlya. A növények egyre kevesebb széndioxidot tudnak fölvenni. Ugyanakkor a földben lévő mikroorganizmusok még hatékonyabb kibocsátókká válnak, így a szénelnyelő ökoszisztémából fokozatosan szénkibocsátó lesz. Végül, ahogy a hőmérséklet nő és az esők elmaradnak, az erdők kiszáradnak, így mikor tüzek keletkeznek, nincs ami megállítsa őket. Mindaz a szén, amit az erdők raktároztak, füstként szabadul fel, hozzáadódik a légkörben lévő üvegházgázokhoz. Ez tovább növeli a felmelegedést, amely csökkenti a szénelnyelést. Szibériában az örökké fagyott permafrostnak nevezett hatalmas, Németország méretű területen elkezdődött az olvadás és tőzeglápok alakulnak ki. Ennek következtében óriási mennyiségű metán kerül a légkörbe. A metán egy rövid élettartamú üvegházgáz. De amíg a légkörben van, több mint 20-szor erősebb hatással van a felmelegedésre, mint a széndioxid. Minél több a kibocsátott metán, annál inkább erősödik a felmelegedés, annál több permafrost olvad, és annál több metán kerül a légkörbe. Sajnos nem az arktikus tundra az egyetlen hely, ahol hatalmas mennyiségű fagyott metán raktározódik. A világ különböző pontjain a tengerek alatt akár 10 trillió tonna metán is raktározódhat fagyott állapotban. Ha túlságosan megnövekszik az óceán hőmérséklete, és egyelőre senki nem tudja, hol van ez a hőmérsékleti határ, a raktározott metán hirtelen újra kikerül a légkörbe. A
Amikor legutóbb ez történt, a globális hőmérséklet hirtelen 10 fokkal emelkedett. És ilyen visszacsatolási mechanizmusok miatt közeledik bolygónk klímarendszere egy fordulóponthoz. A rendszer minden visszahatásának megvan a maga belső fordulópontja, de ezen kölcsönhatások rendszerét az eddigi klíma előrejelző modelljeink számításon kívül hagyták. Ez idáig körülbelül 0,8 Celsius fokkal emeltük a globális hőmérsékletet. De a kibocsátás és a melegedés közötti 40-50 éves időeltolódás miatt a már a légkörben lévő kibocsátás további 0,6 fokkal fogja a hőmérsékletet emelni a következő évtizedekben. Ez nagyon könnyen a hegy csúcsára röpíthet minket. Vagy még azon túl is. Ha átlépjük ezt a kritikus határt, a globális hőmérséklet akár 6 fokkal is emelkedhet. Ha ez megtörténik, az élővilágnak tömeges kihalási hullámmal kell számolnia, amely el fogja söpörni a növény és állatfajok nagy részét. A patkányok, legyek, csótányok és szúnyogok száma azonban növekedni fog, ahogy az ökoszisztémák felborulnak.